Az épületen kívül várják a gyerekek, hogy a dadús bekísérje őket rég nem látott barátaikhoz. A szülők egyelőre nem léphetnek be az óvoda épületébe, az udvaron kell elbúcsúzniuk gyermeküktől. Bár az óvoda dolgozói napi kapcsolatban voltak a családokkal, hiszen minden új rendeletről tájékoztatták őket, mégis nagyon örülnek, hogy újra nyithatnak. Már nagyon vártuk, mi is dolgozók, nagyon-nagyon hiányoztak a gyerekek, a családok, mindannyiunknak. Ez az otthon töltött több mint 2 hónap hosszú volt, nem volt egyszerű a home office, de nagyon-nagyon büszke vagyok a kolléganőkre, mert mindenki nagyon jól beleállt, és nagyon jól megállta a helyét. Sok óvintézkedést kell betartaniuk, illetve betartatniuk az intézmény dolgozóinak. Például az első érkezéskor a szülőknek egy nyilatkozatot kellett kitölteniük, amiben kijelentik, hogy nincs beteg a családban, és nem is találkoztak olyan emberrel, akiről később kiderült, hogy fertőzött. Az óvoda azt kérte a szülőktől, hogy naponta váltsák az olyan személyes holmikat, mint a váltóruha és a törölköző. A dajkáknak a legfőbb feladatuk nyilván a sok más mellett a folyamatos szellőztetés, a folyamatos fertőtlenítés és a folyamatos takarítás. Tehát erre sokkal fokozottabban odafigyelünk. Szekszárdon az elmúlt hetekben egyébként 50-ről több mint 120-ra emelkedett az óvodai ügyeletet kérő szülők száma. A szekszárdi egyes számú óvoda a korlátozások alatt is tartott ügyeletet, bár azt is csak 17 gyerek vette igénybe. Hétfőn azonban már a beiratkozott gyerekek 60%-a megjelent az óvodákban.